Elfogadta a parlament a képviselők viselkedését korlátozó házszabálymódosítását. Így a jövőben akár 6 havi bérüket is megvonhatják a renitens képviselőknek, és akár 60 napra ki is tilthatják őket az országgyűlésből. Ebben a ciklusban egyébként a legtöbbször Tordai Bencét büntették, akinek összesen 2,5 millió forintot vontak meg a fizetéséből. Vendégünk Tordai Bence. Hát képviselő, van az a régi vicc, a rosszul menő zöldségesről, aki akkor keres jól, ha bezár aznap. Ez nagyjából ilyen kezd lenni önnek, parlamenti képviselőnek lenni. Tehát ha nem megy be, az nem kerül pénzbe legalább. A szünet van, akkor igen, akkor fixen utalják a tisztelt díjat, de szerintem nem ez kell, hogy meghatározza az aktivitásunkat. Tehát ha ülés van, akkor azért bemegyünk, és nem a szerint mérlegeljük, hogy... Bemennek, ha bemehetnek. Mert ugye most jön majd az, hogy akár 60 napig be se teheti a lábát a házba. Az azért egyébként egy nagyon kemény szabály, tehát ott konkrétan tényleg a mandátumot kérdőjelezi meg, és elvileg akkor van helyettesítési, nem csak jog, de kötelesség is, hogy akkor a frakcióvezetőnek kell szavazni az ember helyett, de egy ember csak egy másikat helyettesíthet. Mi van, hogyha az egész frakciót kizárják? Ezzel röhögcsöltünk, hogy akkor majd a Fideszes szomszéd nyomja ki, akkor neki nincs frakcióvezetője helyette, nem, akkor ki szavaz? Teljesen működésképtelen dolog, tehát itt erőt akartak demonstrálni, és majd lehet, hogy valaki a példát is tatuálnak. Egyébként erre nem csak ők utaznak, hanem mi is, mert hogy nyilván meg fogjuk támadni jogilag, és miután a magyar fórumokon kimerítettük majd a jogorvoslati lehetőségeket, akkor menjünk szépen az Európai Emberi Jogi Bíróságra, ahol már ennél sokkal enyhébb szabályokat és az ez alapján kiszabott büntetéseket is elkaszáltak, úgyhogy ne legyen kétségünk a felől, hogy ez vajon jogszerű-e, nem az. Nem jogszerű, de a gyakorlattal azonos. Mert hogy Kövér László eddig is lényegét tekintve kedve szerint osztotta a büntetéseket. Múltkor még fideszes képviselők is kaptak valami apró pénzre valót. Mert hogy ugye az egyenlőség jegyében az egyiket büntettem 300 ezerre, akkor a másikat mennyire? 50 ezerre kellett valahogy. Igen, aki viszont fizikai erőszakot. Tehát, hogy Kövér László eddig is azt csinálta, amit akart a tekintetben látszólag. Igen, és aztán úgy büntetik meg, ahogy annak a rendje, tehát azt hiszem 13-ban történt az egyik ilyen molinózós eset. A Karácsony Gergely és társai ügyében 16-ban ítélt Strasbourgban a bíróság, ahol annak rendje módja szerint elmeszelték Kövér doktor. De az neki miért fáj? Hát ez az, hogy nem neki fáj, hanem a magyar adófizetőknek, mert egyrészt az elvont juttatást meg kell fizetni, másrészt a perköltséget, meg ha van egyébként sérelemdíj vagy egyéb büntetés, akkor azt mind meg kell fizetni a magyar adófizetőknek. Úgyhogy mi akkor indítványoztuk, hogy ezt Kövér László személyesen fizesse ki, mert tudhatta, biztos volt benne szerintem, hogy ez nem áll meg egy nemzetközi fórumon, és mégis játszik az emberek. Mit szól a Lex Párbeszédhez? Ugye így emlegetik azt a törvényt, amelyik szintén ma került elfogadásra, és amely arról szól, hogy nem lehet nem csak úgy frakciókat alakítgatni, meg átülni ide, meg függetlenként eldönteni, hogy melyik frakcióban ülök. Nagyon megtisztelő egyrészt, hogy a Párbeszédről elneveztek egy Lexet, de visszamenőleges hatája ennek nincsen, tehát innentől kezdve fogják majd alkalmazni, és igazából ez a független képviselők életét nehezíti meg, mert sokan jutnak arra a döntésre egy idő után, hogy nem könnyű politikailag az élet függetlenként, nincs felszólási lehetőség, nagyon minimális a részvétel esélye, úgyhogy akkor csatlakoznak valamelyik frakcióhoz, ez az, ami mostantól kezdve lehetetlenné válik. Na de a más is lehetetlenné válik, mert például, hogyha 2022-ben több párt együtt indul, akkor utána ők nem válhatnak szét különböző frakciókra, bejutnak a parlamentbe. Tehát ha most ezt elkezdjük modellezni, mondjuk nézzük azt, hogy MSZP-DK Párbeszéd együtt indul 2022-ben szövetségben, akkor az egy frakció lesz a parlamentben, vagy nem lesznek ott? Én arra számítok, hogy minden ellenzéki párt egy közös listán fog indulni. Másrészt az tovább bonyolítja, mert az összes ellenzéki párt, mint a Fidesz-KDNP ma. Alakíthatnak külön frakciót, csak meg kell mondani az elején, hogy melyik képviselő melyik párthoz tartozik, és hogyha az egy párthoz tartozók képesek frakció alakításra, megvan a szükséges létszám, akkor akárhány frakciót alakíthatnak, vagy éppen egy vagy több közös frakciót is. Hát itt most ugye úgy szól, hogy a választásokon jelölő szervezetként indult pártok szerkezetét, erőviszonyait tükröznie kell az országgyűlésben a választópolgár választásokon kifejezett akaratát. Na de hogyha hát van egy olyan kötőjeles... Az arról szól, hogy együtt indultak, akkor ennyi. Hát akkor a Fidesz és a KDNP is egy frakcióban fog ezek után ülni, hogyha úgy. Szerintem ez nekik olyan nagyon nem fáj. De valószínűleg nekik kevésbé fáj. Így van. De az a nagy helyzet, hogy 22-ben mi fogunk nyerni a választáson, és akkor át tudjuk írni az országgyűlési törvényt, a házszabálynak a határozatait és bármi egyebet, úgyhogy emiatt nem aggódnék egyelőre. Viszont történt csoda is. Van egy párbeszédjavaslat, ami bár a bizottságban nem támogatott javaslatként lett lezárva, de mégiscsak a ház elé kerülhet, ami hát gyakorlatilag példátlan. Két csoda is történt, az egyik ezzel a
klímavészhelyzet kihirdetéséről szóló törvényjavaslatunkkal, a másik pedig az alaptörvény módosítása, amit már is fogadott a ház, ami pedig kiírta az alaptörvényből a közigazgatási bíróságokat. Úgyhogy igen, úgy tűnik, hogy a Fidesz néhány ügyben enged, és különösen ilyen a zöld ügyek gyakorlatilag egésze, a klímaügy, eddig nem nagyon találtak. De a bizottságban a fideszes többség kasszálta el ezt a javaslatot, nem? És aztán nem tudom, megmérte nekik a századvék, hogy ez a saját szavazóiknál sem eladható, tehát szembe menni azzal, hogy itt klímaválság, ökológiai válság van, azt nem lehet 2019-ben, és akkor innentől kezdve most már azt mondják inkább, hogy mi ezt is jobban csináljuk, és ehhez is jobban értünk, sőt, mi már félig meddig meg is oldottuk, ami Magyarországot illeti a klímavészhelyzetet. De jó lenne. Viszont az ön elképzelés, vagy a párbeszéd elképzelése az igazán arról szólt, hogy ez a klímavészhelyzetről szóló törvény, ez kötelezi a kormányt arra, hogy rövid, közép és hosszú távú intézkedéseket határozzon meg. Arra is van javaslatok, hogy ezek mik legyenek? Abszolút, sőt, benne van ebben a törvényjavaslatban, tehát kitűzzük egyrészt a célokat, 2030-ra és 2050-re vonatkozóan utóbbinál a teljes klímasemlegesség, 30-ra pedig az 55%-os kibocsátás csökkentés, 30%-os... Hát ez az uniós követelmény lenne, amit eddig a magyar kormány nem akart figyelni. Uniósnál is bátrabb, ami 2030-at illeti, 2050-nál pedig igen, az közös cél kéne legyen az unióban, hogy a nettó zéro kibocsátás legyen. Erre azt mondta, hogy a kormányében ők benne vannak, ha kapnak rá pénzt. Valami ilyesmit mondanak, de azért biztos, hogy biztos megvétózták, mert hogy nem kapnak. De azért ez nem pénzkérdés, nem biznisz dolga, hanem ez minden országnak a saját felelőssége is. És egyébként azokat a lépéseket is meghatároztuk nagy vonalakban, hogy mire lenne szükség. Az például biztos, hogy Mészáros Lőrinc szénerőművét be kell zárni minél előbb. És nyilván az ilyen lépések fájnak a Fidesznek, bár most például úgy tűnik, hogy a Mátrai erőművet megveszik közpénzből, kimentik Mészárost, aki valószínűleg busás haszonnal fog ezen az üzleten is majd túl lenni. És majd a magyar állam bezárja, és akkor majd persze, és majd a magyar adófizetők megint kifizetik azokat a veszteségeket, amik ott keletkeznek. Ez egy ellenzéki közös javaslat? Egyébként két javaslat is átment. Volt egy ellenzéki közös határozati javaslat, ami kicsit kevésbé részletező, és inkább elkéri a kormányt, és ez pedig egy törvényjavaslat, ami jobban belement a részletekbe. Van az LMP-nek egy egész hosszú kérdéssora, amit népszavazásra szeretne bocsájtani klímaügyek tekintetében. Azt például a Párbeszéd támogatja, hogy abban együttműködjenek? Mindent támogatunk ebben az ügyben, és egyébként úgy általában is az a helyzet, most is a parlamentben jövök meg oda, és megyek meg vissza, hogy kölcsön szolidaritás, és egyébként egyetértés okán is az ellenzéki frakciók egymásnak az előremutató javaslatait támogatni szokták, úgyhogy nagyjából mindenki számíthat minden. Most zajlik majd a parlamentben az a vita, amit minél későbbre akart eltolni a kormánytöbbség, ez a színházakról szóló és a színházak különféle finanszírozása és egyéb peremfeltételeiről szóló törvénycsomag. Ugye? Így van. Ahogy Varjú László is oda ment vissza, én is még folytatom az ülésteremben. Ott lát bármi esélyt arra, hogy bármin lehet módosítani egy vita nyomán? Hát ugye nagyon sok módosítás került bele már a kiszivárgott tervezethez képest is, és utána a Törvényalkotó Bizottságban hétfő este szintén kevés közfigyelem mellett egy újabb adag módosítást átvezettek, bár ezek nagyobb része inkább technikai jellegű, de pontosan azt se tudták, hogy milyen testületeket fognak itt egyáltalán létrehozni, tehát volt komoly gond a rendszerben. Ugye általában is elég kaotikussá vált mostanra a Fidesz a jogalkotási téren, tehát ami eddig legalább olajozottan ment, az úgy tűnik most már inkább egy újabb bizonyíték az ő alkalmatlanságuknak. Érdemi változásra egyébként mostantól kezdve nem nagyon számítok, tehát a saját értelmiségi, művészeti holdudvarukat sikerült emögött a verzió mögött felsorakoztatni, úgyhogy szerintem ezt a politikai kockázatot most már vállalni fogják. Kásler Miklós minisztérium, ha már egyszer bekerült a parlamentbe, mégiscsak meghallgatta azokat a véleményeket, amelyeket előtte kellett volna egy bizonyos tanácsülésen, ahol a kulturális szféra szereplői ülnek. Ott hétfőn az hangzott el, hogy azt kérik egy emberként egyöntetően a minisztertől, hogy vonja vissza, vagy vonassa vissza ezt a törvényjavaslatot. Ugye ez egy bonyolult kérdés, mert nem a kormány nyújtotta be a törvényjavaslatot, hanem egyéni képviselőindítványként került be. Ez a szokásos ügy, hogy ne kelljen tárgyalni róla. Van bármilyen joga egy miniszternek ilyenkor például arra hatni, hogy ezt vonják vissza? Vagy csak teljesen baráti alapon működhet a Fideszen belül? Hát ma Orbán Viktor azzal dobott vissza azonnali kérdéseket, hogy neki mi köze itt az országgyűlési többséghez, ő csak egy mezei kormányfő, hát hogy tudna ő hatni a Fidesz-KDNP frakcióra? De azt is mondta, hogy süsű. Hát ezen azért elég hangosan kacagtunk. Sok mindent mondott. Tehát, hogy a Fidesz elnök
miniszterelnök az nem tudhatni a saját frakcióira, hát így nem tudhatni mondjuk egy miniszter azokra nagyon független képviselőkre, akik beterjesztek. Akkor azt mondja, hogy ez, ahogy most ismerjük, úgy megy át ma. Én vagy hát holnap, nem, hogy jogilag holnap. A párbeszédnek, és egyébként nyilván másoknak is vannak benne módosítója, miénk például arról szól, hogy gyakorlatilag mindent töröljünk belőle, néhány kötőszót benne hagyunk, hogy azért mégis a formai követelményeknek megfeleljen. Ez biztos nagy sikert fog aratni. Hát, hogyha ki akarnának hátrálni mögül, akkor például ennek a megszavazásával kihátrálhatnak, és ahogy történtek csodák most itt az elmúlt hetekben a parlamentben, hát ha megint fognak. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltak, a jó utat vissza, nem túl a távoli parlamenti helyszínre. Köszönöm.